Minden évben legalább mondjuk ugye a harmadik, negyedik osztályban és a hetedik, nyolcadik osztályban fejét is szeretnénk elválni, mert ugye folyamatos az átrendezés, mert hiába voltak tavaly, most már a Magkáról is fognak egy nagyobb képet kapni, sokat tudunk bővel, azért volt jó, mert személyes kontaktunk volt, tehát azért tudunk így is róla sok mindent, tehát én azt gondolom, hogy a magyar film legutolsó ilyen nagy monitárnya. Nem tudok olyat mondani, aki ennyire tudott és illetve a szakmában, mint ő. És mellett egy nagyon-nagyon jó mesélő, nagyon jó közéleti ember volt, úgyhogy nagyon szeretetlen írtok. És hát szerencsére, hogy 91 évig, én még úgy az utolsó, majdnem 10 évét végig tudtam követni így helyre, és nagyon kedvezően, nagyon intelligens, nagy betális volt egyébként, lehet ez is mondani. De őt így szerették, tehát... No, hát ez például egy ilyen asztal, hogy gyakorlatilag bemutatjuk a különböző anyagokkal a föltökbe. Itt például a badacsony hely kialakulása. Ha gyerekek akarják, akkor szépen össze tudják húzkodni, hogy ez a negyedik kitörés, ez a második, ugye a lepusztulás, ez a felső rész, amikor már nagy, hogy fog kinézni a hely. Tehát végig tudják követni a gyerekek, ők már jobban kezelik ezt a részt, mint én. És gyakorlatilag nyomon tudják követni, hogy hogyan alakul ki a hely, és hogyan fog majd pusztulni. De mindenhonnan van benne egy kis picit is a kialakulása, hogy ekkora nyomfajtét tövek, felkeltjük az érdeklődést, és aztán tudunk ajánlani nagyon sok dolgot. No, például ez megint azért érdekes, mert ugye, hogy mire használták, hogy volt itt egy bányászat, ami hát nem volt egyszerű dolog. Ez a rózsafő, ugye? Ez itt. Nem, de fogok arra is mutatni. Ezt például azért szoktuk megmutatni ezt a három képet, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy a kőzsák, ez úgynevezett bazalt orgonák mindenhol ugyanazok. Meg hogy a bazalt, én nekem is még ide nem kerültem, azt gondoltam, jó bazalt, tudom, a vasúti sín alatt van, és akkor mindenki ismeri, hát körülbelül 200 fajtája van. A barnától, az oker színig, az ilyen keménységétől, az olyan keménységig, és gyakorlatilag a Szentgyörgy hegyen vannak, ott fönt is vannak egyébként képek, ott vannak a legszebbek, aztán a mi kőzsákaink, amik egy kicsit világosabb, tehát a Balatonyi hegynek nagyjából ilyenek a gyakorlatilag a kőzsákoknak, gyakorlatilag hívjuk, és amikor ezek esnek szét, akkor ugye a tövébe leesnek ezek a kütyűn nevezett lapini, ami kőfolyásokat, kőlaminákat hoznak létre, amit egyébként tilos látogatni, csak messziről lehet megnézni, mert nagyon veszélyesek. Erre mindig azt szoktam mondani, amikor mosolyognak, hogy beszoktunk oda menni, és mondtam, hogy hát azért én nem próbálom ki, mert azt mondják a nagy öregek, hogy ha valaki nem akar koporsót, hanem a természetbe szeretne végleg elbúcsolni az élettől, akkor az induljon neki. Ugye rosszabb, mint a lavina. Következő ilyen, na itt van az úgynevezett rózsafő, és ebből tettünk be egy régi képet. Ugye ez egy kicsit már azért úgy turisztikailag rendbe teszegetik, tehát ez a régi része, és akkor most már ugye a Turinform iroda ehhez egy ilyen pont pünköskor egy ilyen eljegyzési ceremóniát, akik beneveznek párok, hogy ott szeretnék megkérni a kedvüket, akkor egy ilyen pünkösdi eljegyzést csinálnak. Hát a története ugye a Szegedi Róza és a párja találták a legenda szerint ki, hogy hát ha valaki leül a rózsakőre, akkor abban az évben esküvő fog következni. Na most a legenda vagy igaz, vagy nem, tehát ezt azért én nem tudom. Sokan jönnek? Tessék? Sokan jönnek? Sokan szoktak jönni, igen. És általában mondjuk a középiskolás lányok mind kipróbálják, ha éppen itt van a párjuk. Én mondtam, hogy én nem vettek rám érget, mert én például mások megtettem, hogy gyerekedett hozzá rózsakőt.